az a tiéd? Hát ez... A tűzoltó szakma rejtelmeiben mélyedhettek el az érdeklődők a Váltószéki Önkormányzati Tűzoltóságon. A gyerekek élvezettel próbálták ki a különböző tűzoltó felszereléseket, majd nem csak a tűzoltóautóba, hanem annak tetejére is felülhettek. Eközben egy másik helyszínen, a Váltószéki Tájház udvarán képzőművészeti és zenés program zajlott. Kovács Gábor muzsikus ismert dallamokat játszott, ám a hangszer nem mindig volt szokványos. Előfordult, hogy egy felmosónyelet, vagy éppen egy biciklipumpát fújt meg. Játszottunk meg... A nénivel tanultunk német éneket. A múzeumok éjszakájára izgalmas programokkal készültek a Váltószéki Művelődési Ház munkatársai. A tájházban ezúttal tárlatvezető segítségével lehetett elmélyedni a látottakban. Az udvaron német dalokat tanulhattak az érdeklődők a helymácsoport jóvoltából. Sőt, különféle izgalmas anyagokból hangszert is készíthettek. Célunk mindenképp az, hogy a tájházat kicsit közelebb hozzuk az emberekhez. A 17. alkalommal megrendezett Múzeumok éjszakája című rendezvénysorozaton több mint 400 helyszínen csaknem 2000 programot kínáltak a szervezők. A rendezvény központi témája az idén az utazás és a digitalizáció volt.